Karácsonyfákat ad bérbe egy botanikus kert Litvániában. A növényeket az ünnepi időszak után legkésőbb január közepén kell visszavinni a bérlőknek. Ez már sorozatban a harmadik év, hogy a Klapeida kikötővárosban található kertészet meghirdeti az akciót. Az igény is egyre nagyobb, idén már novemberben megjelentek az érdeklődők. A küldetésünk az emberek nevelése, megtanítani őket arra, miként élhetnek túl a növények, milyen igényeik vannak. Szeretnénk támogatni azokat, akiknek fontos a környezet, akik szeretik a természetet, mondta a kertigazgatója. Evelina a gyermekével érkezett. Sietnie kellett, mert a 200 kikölcsönözhető fát már lefoglalták, így a kert újabb 100 fenyőt ajánlott fel. Nem akarunk kivágott fát, nem akarunk műfenyőt sem. A cserepes fáknál pedig soha nem tudjuk, hova ültessük ki az ünnepek után. Véletlenül találtunk erre a bérlési lehetőségre a neten. Ez nagyon kényelmes, vissza lehet hozni, és így nem kell fát kivágni, mondta. A lehetőség iránt leginkább fiatal, környezettudatos családok érdeklődnek. A botanikus kert igazgatója szerint a szolgáltatás nyereséget nem hoz, de ez nem baj, mert szívesen tesznek a környezetvédelemért.